Április 18-án a Gyulaivár tövében rendezték meg az idei Stihl délalföldi regionális fakitermelő versenyt. 16 csapatból végül a két Timber Sports válogatott kerettaggal felálló Dalert ZRT Nagy István csapata lett a legeredményesebb. A Dalert ZRT-t képviseltük, Opusza szerről érkeztünk, és nagyon sokat készültünk erre a versenyre, hogy elsők lehessünk. Az erdőben is nagyon sokat gyakoroltunk, és otthon is a Dalert segítségével sokat tudtunk készülni, vittem haza fát, és úgy készültünk fel a versenyre. Én úgy gondolom, hogy ez másképp, a csapatverseny nem működik, csak úgy, ha mindenki összedolgozik, tehát ez csak így lehet megnyerni ezt a versenyt. Bozsó Zoltán nem csak a Stihl klasszikus fakitermelő versenyén vesz részt rendszeresen, hiszen a favágó a Timber Sport szériában is válogatott kerettag. A két megmérettetésre a felkészülés sokban különbözik. Ez egy teljesen más felkészülést igényel, mint a Timber Sport. Tehát a Timber Sport sokkal nagyobb fizikai erőt igényel, sokkal nagyobb felkészülést agyba is, lelkileg is, tehát mindenféleképpen nagyobb energiát igényel. A Dalert ZRT mellett természetesen még két másik csapat is helyet kapott a dobogón. Míg a harmadik a Gement ZRT gárdája lett, addig a második helyen a Nyírerdő ZRT Mopitrade versenyzői végeztek. Nyírugosra jöttünk, Nyírerdő ZRT Mopitrade Kft. Csapatába jött benne. A csapat többi tagja a Gúti erészetén dolgozik. Én a Kisferenc erészeti szakközépiskolába járok, most vagyok végzős. A készülés csütörtök pénteken végére készültünk. Én előtte is az iskolába tudtam készülni. Teljes mérében csapatmunkáról van szó, ugye mindenkinek számít az, hogy oda tegye magát teljesen 100%-ban. Aztán is versenyszámban azt hiszem, hogy az rengén sikerült, hogy azt én csináltam. Az én rekordom 20 másodpercet van a fűrészen, voltam 23-24-es stabilban tudtam szerelni. Sajnos a versenyrők és az izom rosszabbat hozott ki belőlem, 32 másodpercet szereltem. A kombinált versenyszám a fűrészszám az nagyon jól sikerült, szerencsére a falnyag is nagyon jó volt, nem volt göcsös. A délalföldi regionális versenyre egy különleges csapat is érkezett, méghozzá a Székelyfavágók gárdája, egyenesen Szilágy Klasznáról. Bár végül az utolsó helyen végeztek, nem sajnálták, hogy 200 kilométert kellett utazniuk. A készülés az elég körülményes, viszont annyit kell tudni, hogy nem favágók vagyunk, mindenkinek más és más szakmája van, mi csak úgy összeverődtünk, szerettük volna bemutatni tudományunkat. Én fogom szorgalmazni a közeljövőben, hogy a falusi napokon, a krasznai napokon fogunk szervezni ilyen versenyeket, ilyen jellegű versenyeket. Két évvel ezelőtt az egyik versenyszámban, amikor keresztül kellett vágni a fát, mi nyertük a díjat, és az bátorított bennünket, hogy talán most is sikerülni fog. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szépen köszönjük a meghívást, és részt vehettünk egy ilyen színvonalas versenyen. És 440 ezer az a 160 ezer forint Stihl vásárlás utalványt kapott a csapat.